A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, a Nálatok Mizut látják. A mai műsorba a Városgondnokság három kiváló szakemberét hívtam. Szeretném, hogyha őket is egy kicsit jobban megismernék, Önök nézők, hiszen velük is nagyon sokat találkozunk a híradásaink során, de nem volt még nagyon lehetőség arra, hogy kicsit közelebbről is megismerjük őket. Úgyhogy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Lángi Juditot, a Városgondnokság közlekedési divízió vezetőjét, ha jól mondom, de majd légy szíves, javítsatok ki, ha nem. Tökéletesen mondtad. Akkor jó. Szia, én is köszöntöm a nézőket. Itt van velünk Bozai István, ügyvezető. Szeretettel köszöntelek. És köszönöm a meghívást. És itt van velünk Homoki László, a kertészeti divízió vezető. Szia, köszöntöm én is a nézőket. Jól mondtam? Igen. Azért kérdezem, mert azért úgy elég sokszor találkozunk, és azért úgy, mintha az évek során ilyen átalakuláson mennének keresztül így az elnevezések, erről is fogunk egy picit beszélni, de szerintem mindenek előtt meséljük el a nézőknek, hogy mi az, amivel a Városgondnokságon ti foglalkoztok, mi mindennel. Nagyon sokat lehet veletek találkozni, ugye beszéltünk arról, hogy te a kertészeti divízió vezetője, vagy te a közlekedési divízió vezető. Mindig megyünk mindenfele a városban, és látjuk, hogy mi mindent csináltok, de azért a nézők is lássák azt, hogy mennyiféle területen vagytok jelen, és mi mindenért feleltek ti. Kezdjük veled, István, hogy mesélj egy picit erről, kérlek. Hát én magát a céget vezetem, úgyhogy én mindennel is foglalkozom, úgyhogy a kollégáknak vagyok a vezetője. Igen, a divízió, tehát folyamatosan változik a Városgondnokság szervezete. Én 2008-ban lettem városgondnok, akkor még egy intézményt vettem át, utána ebből gazdasági társaságot csináltunk, és ezt a gazdasági társaságot folyamatosan fejlesszük, folyamatosan fejlődik ennek a szervezete. Most éppen a legutolsó átalakulás, az kb. 2 éve volt, jól emlékszem? Igen, nyáron kb. 2 éve hoztuk létre a divizionális szervezetet, és akkor 6 divízióra osztottam a városgondnokságot, és ennek egy-egy divízióját vezet Laci és Judit. Uh-huh. A Városgondnokság úgy elég nehéz megfogalmazni, mert azt hiszem 32-féle szakfeladatot látunk el, tehát rengetegféle tevékenységet végzünk, hogy ami a kerteken, tehát kertkapunk kívül, lakáskapunk kívül, és nem intézmény, tehát nem oktatási vagy óvoda intézmény, az majdnem minden nálunk van, és ami Székesfehérvár közigazgatási területén belül, bár a cégeknek van egy-két külső területe is, tehát a városnak van egy-két olyan tulajdonú földje, ami nem Székesfehérvár területén van, hanem különböző kisajátítások miatt az elkerülő út, déli összekötő, ezeknél azért vannak külső területek is, tehát több mint 3,5 millió zöld terület, négyzetkilométer zöld terület, és olyan 5-6 millió négyzetkilométer az egész terület, amit mi gondozunk. Azért ez nem kis felelősséggel jár, és nem kis mennyiségű munkával, és gondolom, hogy emberrel, létszámmal mennyi az? Így van, sokan vagyunk, most azt hiszem, hogy 530 az aktuális létszámunk. Sokan vagyunk, sok feladatot ezt látunk el. Ezt az 530 körüli embert hol képzeljük el? Mert hogy ezt azért el kell mondani a tévénézőknek, hogy itt vagytok a szomszédunkban tulajdonképpen, és hát itt is, igen. De hogy még hol? Hol találnak meg titeket? Pont a két divízió működik a másik legnagyobb telephelyünkön. Egyébként az szerintem területileg is nagyobb, hát létszámban meg egyértelmű, az a kertészeti és a közlekedési divízió, az a Berényi telephelyen van. Ez a Csutora temetővel szemben található, ez egy nagy, kimondottan műszaki telephelyünk, rengeteg géppel, rengeteg szociális blokkal, ott összesen szerintem olyan 150-180 embernek az elhelyezését, és ez, az ő gépeiket, ő eszközeiket táruljuk ott, javítjuk. Sikerült meghívni akkor a két legnagyobb divízió vezetőjét, és akkor még egy pár mondatot azokról is beszéljünk, akik nincsenek itt. Az a másik négy, ezek milyen területeket fednek le? Van maga a gazdasági divízió, aki gyakorlatilag magát a céget működteti, tehát ennek a könyvelését, bérszámfejtését, a kiszolgáló divíziót hívjuk gazdasági divíziónak. Van kegyeleti divíziónk. Segítsetek egy kicsit. Karbantartási divízió, egyébként ők most visszaköltöztek, ők egy darabig elmentek, aztán most itt a hideg van és összehúzzuk magunkat, lehető legkevesebb telephelyen próbálunk meg dolgozni, ezért a karbantartási divíziónál is a vezetés visszaköltözik.
az ő fizikai állományuk, tehát ott is van több mint 60-70 ember, akik a karbantartásokat végzik, az építőipart végzik, ők a Mura utcában, illetve az Uszodában van egy nagyobb telephelyünk, illetve ezen felül van még a létesítmény divízió. Ez egy nagy összefoglaló, tehát az összes ingatlanunknak az üzemeltetését, kezelését, Uszoda, Bregyó központ, amerikai focipálya, összes szabadtéri sportpálya, az összes játszótereknek is összetett az üzemeltetése, azokat gyakorlatilag közterületként kezeljük, egy részét a karbantartás javítja a játszóeszközöket, a kertészet rendezi a zöld felületi részét, és a sportpálya részét pedig ez a létesítménydivízió. Akkor beszéljünk egy picit a ti területetekről is. Judit, hát megmondom őszintén, hogy amikor én először találkoztam veled, egy-egy forgatás során, akkor nekem ez így furcsa volt, ugye nyilván egy női arcot meg kell szokni, hogy egy műszaki átadáson, vagy egy munkaterület átadáson, vagy bárhol feltűnsz, és te, mint hölgy képviseled ugye itt a dolgozókat, akik ott mondjuk az utat javítják, vagy egy játszóteret tényleg átadnak, vagy bármilyen dolog történik. Nekem ez furcsa volt, és nem tudom, hogy mennyire szokványos az, hogy mondjuk hölgyek vannak ilyen pozícióban nálatok. Hát most már én azt gondolom, hogy a divízió vezetők között vannak, igen, de nyilván ugye az útépítésben az, hogy nők dolgoznak, azért még annyira nem szokványos, de ott is inkább az előkészítésben és az egyéb területeken. Ugye műszaki ellenőrként kezdtem én itt a feladatomat, és ugye abból nőtt ki ez az egész divízió vezetős történet, és hát igen, azért eleinte nekem is úgy nehezebb volt, úgy meg kellett küzdeni azzal, hogy főleg pályakezdőként egy műszaki ellenőrnek olyan kivitelezők mellett, akik már nagyon-nagyon régóta kivitelezést csinálnak. Kicsit nehéz volt, de azért azt gondolom, hogy úgy jól sikerült kialakítani a kapcsolatokat, meg magát az egész rendszert, de azért volt benne sok munka, igen. Mit jelent az, amit te csinálsz tulajdonképpen? Hát ugye most már azért kicsit komplexebb a műszaki ellenőrzésen túl ez a történet, mert ugye alapvetően mi az úthálózatnak az üzemeltetését és fenntartását végezzük, és a Városgondnokságnak az üzleti tervében szereplő útfelújításoknak a lebonyolítását. Tehát gyakorlatilag onnantól, hogy megfogalmazódik az ötlet onnantól a megvalósításig, és ezen belül még, vagy ezen felül inkább fogalmazzunk így, ugye hozzánk tartozik a belvízrendezési csoport, ugye az árkok a csapadékcsatornák. Egyik nagy kedvencem egyébként nekem ez a nagyszervényű csapadékcsatorna, ez egy annyira jó dolog, ez úgy tetszik, és annyira hihetetlen, hogy egy ilyen ekkora nagy rendszer van a város alatt. Ugye a téli útüzemeltetés, ami szintén nem egy hálás feladat, és ugye utóbb került a feladatok közé a parkolási csoportnak a feladatainak a koordinálása, és a közlekedés szervezéses feladatoknak egyelőre még azért viszonylag kicsi része. Tehát gyakorlatilag ugye úgy tudjuk elmondani ezt a Berényi úti telephelyet, hogy a közterületekből a Laciék intézik a zöld felületeket, mi meg a szilárd burkolatokat, és akkor így röviden összefoglaltuk a feladatunkat. De azért még tegyél hozzá, kérlek, hogy a te munkád mit takar. Ugye veled mondjuk sokszor szoktunk találkozni, ha mondjuk leszakad bármilyen faág, mondjuk egy temetőben volt egyszer erre példa, sajnos, illetve gondolom, hogy többször is van erre példa. Meg hát például ma is találkoztunk faültetés kapcsán, és hát azért azt meg ne felejtsük el, hogy most kaptatok egy nagyon szép elismerést, a város elismerését, és abban jócskán van közöttök ehhez a dologhoz. Az Antant Florára gondolok egyébként, hogy nagyon sokrétű és sok elismerés is jár érte. Így van, erre nagyon büszkék is voltunk, hogy ezt megkaptuk, ezt az aranyminősítést, illetve mindig kiemelem mellette a külön díjat, ami eddig még magyar városnak nem járt, tehát mi voltunk az elsők az országból, aki ezt kaphatta. Visszamegy egy kicsit az elejére, jó, hogy kérdezted. Alapvetően januártól decemberig elvégezzük a parkfenntartási feladatokat a városból, ugye ez kiteszi a teljes időszaknak a szezonális feladatait, és emellett meg tehát parkfelújítások, parképítések, ahogy említetted, ugye szintén most kezdődik a fatelepítés időszaka, ezek még mind mellé jönnek pluszban az alapmunkáink közé. Úgyhogy ezekkel tevékenykedünk az évek során. Elég szerteágazó akkor mindegyőtök feladata, úgy látom. Laci a legnagyobb létszámú divízió, tehát ott van a legnagyobb létszám.
Eddig azt mondtam volna, hogy a legnagyobb főszegbe is, tehát a legtöbb pénzt erre költöttük, de most a mostani rezsiválság azért a közvilágítás beelőzött erősen, tehát a közvilágítás olyan szinten drágult meg, hogy minden divíziót lekörözött, ez az egyetlen egy tevékenységünk, de egyébként a legnagyobb a legnagyobb divíziónk és a legnagyobb tevékenységünk gyakorlatilag a kertészet. És ahogy említetted itt az előbb, hogy hölgy és divízióvezető, nálunk ez egyébként nagyon demokratikusan alakul, mert a 6 divízióból 3 divíziót hölgy vezet, 3-at úr, tehát nálunk ez abszolút a vezetésben szerepet kapnak a hölgyek is. Én szeretek hölgyekkel dolgozni, ügyesek, pontosak, precízek, jó velük dolgozni. Egy picit akkor jobban is, hogy belelássunk a munkátokba, egy napotok mondjuk hogy néz ki? Gondolom, hogy nem ugyanaz sose, mert hogy mondjuk... Ma volt egy faültetés, holnap meg gondolom megint más feladatok várnak, vagy mondjuk egy tényleg egy útátadás nem minden nap van, de mondjuk minden másról is szólhat. Gondolom a háttér elrendezése az is nagyon fontos. Kezdjük veled. Hát vannak a kötelező feladatok, az mondjuk a hét elejé vezető értekezlet, akkor a mindennapi vállalatirányítási rendszerben a számláknak, leveleknek az elfogadása, leigazolása, tehát ezek az, ami biztos rutin, az egyik az délután, minden délután vannak gyakorlatilag ezek az adminisztratív tevékenységek, illetve ezek a megbeszélések, vezetői értekezletek, ezek a fix rutinjaink. A többi viszont szerencsére nagyon változatos. Tehát ez egyik oldalról nehéz, mert tényleg 32 fele figyelni, 32 féle dolgot csinálni, az nem egyszerű, de a másik oldalról meg tényleg nagyon jó, mert nincs két egyforma nap, minden nap másik divízióval kell foglalkozni, minden nap másik divízióhoz lehet elmenni és az ottani tevékenységet megnézni, minden nap más készült el, másnak van az átadása, úgyhogy tényleg szinte 13 éve vagyok városgondnok, nem volt még két egyforma nap, de még hasonló sem, minden nap teljesen más. Aránylag egy nagyon kötött napirend alatt kell menni, tehát rögzíteni kell, mikor, hova ér, hogy mindenhova oda lehessen érni, és próbálok azért valamennyire egyensúlyt tartani azért a tevékenységek között, hogy azért mindenre mindig jusson idő. Gondolom, hogy akkor a városgondnoknak is állandóan éjjel-nappal bekapcsolva kell lenni a telefonjának. Ugyanúgy, ahogy gondolom, nektek is, tehát bármilyen probléma igen, van, akkor elérhetőnek kell lenni. Ez a vezetőknél elvárás, nálam is, és részemről is a divízió vezetők irányába, hogy mindig elérhetők legyünk, és maximum néhány percen vagy egy órán belül azért visszahívást kapjak, mert a hétvégén csak azért, hogy beszélgessünk, azért nem zaklatom a kollégákat soha. Judit, neked milyen egy napod? Hát én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy nálam úgy kezdődik, hogy szépen eltervezem, hogy milyen feladatokat szeretnék megcsinálni, fölírom a kis határidőnaplomba, és aztán utána borul minden, tehát mert éppen jön valami hirtelen, valami újabb, valami, amit azonnal meg kell változtatni, vagy valamire azonnal válaszolni kell, és akkor ezzel utána így próbálom még utolérni magam azzal, hogy amit elterveztem, hogy az is beleférjen. De egyébként igen, tehát hogy én azt gondolom, hogy ezt nem lehet 8-tól 4-ig ezt a munkát csinálni. Tehát egy városüzemeltetés nem tud megmondani egy városnak, hogy jó, akkor 4 óra után már ne romoljon el a jelzőlámpa, ne szakadjon le a burkolat, ne szakadjon le a faágja, meg ne essen a hó se. Tehát hogy ez pont egy ilyen, amit... Tényleg úgy lehet csak belőle kizökenni, hogy ha elvész valahova külföldre, és kikapcsolod a telefont, mert egyébként még így jön mindig. De én azt gondolom, hogy ezt én biztosan kijelenthetem, hogy én ezt szeretem csinálni. Nem is nagyon fordult meg a fejembe, hogy esetleg változtatni kellene rajta, mert hogy ez egy annyira jó dolog. Nálad, Laci? Én is ugyanazt tudom mondani, mint amit István elmondott, hogy nem volt még két egyforma nap, mióta itt dolgozom, és egyébként, ahogy meg Judit mondta, én is ezt egy kihívásnak tekintem, mert szerintem ennek ez a lényeg, hogy nem monoton, nem az van, hogy bennülünk az irodába, illetve sokat ülünk az irodába, de hogyha leszakad a faág, akkor igenis ki kell menni a helyszínre valaki szakfelelősnek, akinek arról állást kell foglalni, meg kell például ez esetben vizsgálni azt, hogy ez egy élő rész volt, vagy korhat rész volt, most egy példát kiragadtam a sok közül, akkor rengeteg bejárás, egyeztetés, a terveknek a megbeszélése, tehát nagyon nehéz általánosítani, tehát én is nyilván felvettek egy fontossági sorrendet, hogy mi az, amit adott napon belül el kell végezni, és a többit meg úgy menet közül megpróbálom beosztani. Úgyhogy így néz ki egy nap körülbelül. Milyenek a visszajelzések, hogy milyen főnökök vagytok? Ha István meg befogja a fülét, nem mondjátok el neki.
Én alapvetően azt gondolom, hogy nagyon jó a csapatom is. Kicsit olyan nehéz helyzetben voltam, amikor kezdtem, mert azon kívül ugye, hogy nőként, de még volt ez a feladat is, hogy gyakorlatilag a közvetlen kollégáimnak lettem a főnöke. Tehát, hogy akikkel egy szinten voltunk, sőt van olyan kollégám, aki régebben kezdett, mint én. De azt gondolom, hogy elég jól beállt ez a felállás is. Szerintem nálam is ez van. Ugye annak idején István kiemelt hát városi kertészként kezdtem, én úgy érkeztem ehhez a céghez, és kilettem emelve, fel lettem kérve, még akkor parkfenntartási vezetőnek az volt az első ilyen lépcsőfok. És nyilván volt bennem gondolat, hogy mit fognak szólni, meg hogy lehet ezt a közvetlen kollégákkal majd a mindennapokba kivitelezni, hogy mégiscsak a vezetőjük lettem, de szerintem elfogadnak, és azt gondolom, tényleg egy olyan csapattal dolgozom a mindennapokban, akikre lehet számítani. Uh-huh. Tehát nem nagyon szoktunk olyanért kapni, hogy valami nem készül el, mert hát megvan mindennek a felelőse, és mindenki tudja a dolgát. Tehát én ezt hiszem és vallom, hogy a feladatnak haladni kell, tehát nem lehet halogatni. Úgyhogy szerintem tudunk így működni. Azt lehet, hogy István teljesen mást mond ezzel kapcsolatban. Nálunk abszolút ez jellemző, tehát a vezetőknek a szinte döntő többsége egyszerű, vagy nem egyszerű, de gyakorlatilag beosztottként kezdte, és az ottani munkája alapján került egyre följebb, és lettek vezetők. Szerintem nincs is a haddivízió vezetőből olyan, aki rögtön divízió vezetőként, vagy valami komolyabb vezetői szintre érkezett volna. Mindenki tényleg a munkája alapján érdemelte ki, és én szeretem a kipróbált emberekre bízni. Hát gyakorlatilag, amit a kollégák végeznek, az én megítélésem is az ő munkájuk. Tehát ha ők jól dolgoznak, akkor én is ott lehetek a díjátadón, ha nem jól dolgoznak, akkor nekem is kell vagy a médiába, vagy a Facebookon, vagy a polgármester előtt felelni az esetleges hibáinkért is, mert természetesen lesz is. Az előbb mondtam, 3,5 millió négyzetméter zöld felületen biztos, hogy lesz 3 darab gaz mindig Fehérváron, amit valaki lefényképezhet, beküldhet, mondhatja, hogy térdig ér a gaz. Lehet, hogy avval a 3 darab gaz miatt ért térdig, de tehát ez mindig is így lesz. Egyébként szerintem ez olyan, mint az otthoni kert. Én nem hiszem, hogy aki kertet művel, az azt mondja, hogy ez valaha is el tud készülni, hogy na akkor most aztán minden tökéletes. Ezek élő szervezetek, élő, a városunk is él. Szerencsére rengeteg ember dolgozik, jön, megy, közlekedik. A közlekedés is egy állandó, dinamikusan változó dolog, és ugyanez a zöld felületre is igaz. Igen, hát ugye a szezonok is állandóan változnak, ez nem állhat meg, a munka az mindig akad. Úgyhogy gondolom azért ilyen szempontból megéri a városgondnokságnál dolgozni, hiszen egy biztos pontja a városnak, és azért erre mindig is szükség lesz. Így van, próbáljunk. Szerencsére egyébként van egy nagyon jó törzsgárdánk, tehát én nagyon folyamatosan vizsgálom, főleg, bár most azért én úgy érzem, hogy a gazdasági válsággal egy kicsit csökken a mozgás, tehát azért az emberek jobban meggondolják, hogy mikor mit lépnek, de van egy olyan, az előbb mondtam, olyan 530-an vagyunk, abból legalább 400 olyan emberünk, aki már több éve van, akivel a kezdetek óta van, aki amikor megérkezett. Általában az a gyakorlat, hogy megérkeznek egy évig, aki nálunk van, és jól érzi magát, és beveszi a műhelyszagot, vagy a traktor, vagy az utasszagot, akkor ők maradnak. Tehát ők és ő rájuk lehet tényleg építeni hosszú távon az eredményekre. És hát sajnos van egy szűk kb. 100-150 ember, aki egy állandó mozgásban van. Most ebben egyébként egy jelentős lassulást látok, tehát még mindig egy-két ember elmegy, de sokkal kevesebb. Tehát elég jelentős változás lesz szerintem itt a következő néhány hónapban a munkaerőpiacon is. Erről majd egy kicsit később fogunk még beszélni. Szeretném, ha mindenképpen erről a rezsihelyzetről is beszélnénk. De igazából azt látom, hogy ti valamilyen szinten ilyen hiba elhárítók is vagytok, ugye? Igen. És ahogy mondtad is, már az előbb utaltál erre, hogy ugye elég sokszor előkerültök ti, ugye? Tehát, hogy hiába próbáltok ti mindent megtenni azért, hogy mindig minden rendben legyen, azért kaptok is néha hideget, meleget. Ezeket hogy viselitek? Hogy tudjátok lekommunikálni, és magatokban hogy teszitek helyre? Azt, hogy mondjuk néha vannak ilyen problémák, hogy mondjuk egy rossz helyre tett parkoló tábla, vagy bármi más, amiért mondjuk fehérvári csoportokba akár beírkálnak a lakók. Kellő nyugalommal megpróbáljuk aránylag gyorsan megválaszolni,
és hibázunk. Igen, vannak, amikor a kertészet nem úgy végzi, van, amikor az út közlekedési divízió rossz helyre tesz ki egy területet. Emberek vagyunk, hibázunk. Ekkora feladatmennyiségnél vannak egy-egy hibák. Én azt gondolom, hogy összességében jól végzik a kollégák a dolgukat. Ami szerintem nagyon fontos, az a gyors válasz. Tehát ha valami elindul, mert általában egyébként, hogy próbáljam finoman fogalmazni, a butaság néha önmagát gerjeszti, és akkor egy hozzá nem értő hozzászólás után egészen elmegy a hétfejű sárkány, és már itt van az udvarunkon című hírig, hogy ezt azért, ha az elején rögtön, hogy ez csak egy kiskutya volt, akkor azért utána nem jutunk el a hétfejű sárkányig. Tehát ez nekem abszolút az a tapasztalatom. Nehéz ebben a felgyorsult világban, ebben a felgyorsult kommunikációban, tehát tényleg 10-15 évvel ezelőtt megjelent egy hír, utána 3 nap múlva lehetett egy cáfolat, van ma meg, hát föltesz valamit, rögtön születik rá egy regiment hozzászólás, rengeteg hozzá nem értő ember is hozzászólhat, mert demokrácia van főleg a szociális médiában, és akkor utána, hogyha egyébként én azt tapasztalom, hogyha itt aránylag gyorsan és korrektül tájékoztatjuk őket, hogy igen, ebben igaza van, megoldjuk, ebben nincs igaza, nem így kéne, vagy esetleg ez az ön feladata, tehát jó, hogy bejelentette, hogy a háza előtt nagy a gaz, de ez az ön feladata lenne lenyírni, úgyhogy vegye elő a fűnyírót, menjen ki, nyírja le, és akkor nem lesz nagy a gaz az ön háza előtt. És egyébként ez az a tapasztalat, hogy főleg a többség az abszolút megérti, megköszöni, és örül neki, hogy megoldottuk a problémáját. Most erről az jut eszembe, Judit, ezt szerintem leginkább téged is érint, amikor megjelenik az első hó, és akkor hirtelen mindenki reggel 7 órakor már ki van akadva azon, hogy nincs eltakarítva a hó. És akkor ti nagyon sokszor ugye menni kell hozzátok emiatt forgatni, mert el kell mondani az embereknek, hogy ez hogyan működik. Így van, így van. És ugye ezért volt, amikor kértem, hogy ne mondjuk azt, hogy felkészültünk a térre, mert amúgy egyébként, tehát ez mindig egy nagyon hosszú szervező munka az elején, tehát hogy meglegyen az a létszám, meglegyenek azok a gépek, mindenki tudja, hogy pontosan, hogy mi a feladata, ki melyik busz megállót fogja takarítani, ki melyik útvonalon fog menni, és ugye amikor vannak ezek a gépszemlék, addigra mi ezzel vagyunk kész, meg nyilván megvettük azt a mennyiségű útszorosot, amire várhatóan szükség van. De nyilván ugye ez is egy, mivel minden évben változik egy kicsit, de ha nem változna, akkor is gyakorlatilag kiesik mondjuk több mint fél év, mire újra vissza kell rázódni a feladatba, és igen, tudjuk, hogy az első beavatkozásoknál szoktak kijönni még azok a kisebb hibák, amiken kell változtatni, hogy jó, akkor ez a gép ne erre menjen, hanem másik irányba menjen. És ilyenkor nagyon nehéz, hogy ugye nálunk is ott van, hogy tehát tényleg nem tudjuk még annyira pontosan, hogy most mikor fog leesni a hó, meg mikor fog lefagyni. Van olyan, amikor az összes előrejelzés azt mondja, hogy semmilyen lefagyás nincsen, és akkor ilyen tükörjég lesz az egész város. És nekünk is van egy beavatkozási időnk, mire ez az egész rendszer elindult. Tehát onnantól kezdve, hogy az ügyeletes telefonál, 1 órája van a kollégáknak ahhoz, hogy elinduljanak, és ugye nyilván ezen a sok millió kilométeren, meg négyzetkilométeren azért idő, mire végigérnek, és ezért nincs az, hogy minden utcasarkon áll egy ember, aki az éppen arra közlekedő előtt gyorsan lesózza a burkolatot. Meg hát ugye jöhetnek tényleg olyan más időjárási körülmények, igen, is, mint amikor ugye leszakad egy ág, ilyesmi történnek, és azért az tényleg nagy feladatot ró rátok, hogy hirtelen kell beavatkozni, vagy mondjuk volt egyszer, amikor elöntötte a város szinte a víz, nem is olyan régen, néhány évvel ezelőtt volt, ugye a Székely utcát és a környéket, a Gajapatak, igen, ugye kiáradt. Tehát, hogy ez, itt azért tényleg nagyon gyorsan és nagyon hatékonyan kell cselekednetek. Így van. No, picit beszéljünk arról, hogy elég nehéz időszak áll mögöttünk többféle szempontból is. Ugye itt volt, és sajnos, hát még köztünk van azért valamilyen szinten a Covid, de most már talán nem annak a rossz hatásait kell megszenvednünk, hanem mondjuk most itt van a rezsiválság is, de mondjuk egy picit beszéljünk még erről a Covid időszakról, mert ott azért nektek nagyon sok munkátok volt. Ugye jött az, hogy játszótereket becsukni, itt-ott fertőtleníteni, sok helyen. És hát sorolhatnám. Igen, is mellette, tehát korlátozni kellett, ne találkozzanak a kollégák, de közben azért a várost üzemeltetni kellett. A fő nem tudta, hogy Covid van, tehát az nőtt, a fa ág leszakadt, a hó leesett, tehát gyakorlatilag attól még a város üzemeltetés nem állt meg. Egy kicsit kevesebben közlekedtek, kicsit kevesebben voltak a közterületeken, ettől függetlenül még üzemeltetnünk kellett, és hát tényleg nem tudtuk. Tehát azért az hatalmas felelősség volt, hogy az ember mennyire
tehát kivezénylem őket ki, és menniük kell, 6-an, 8-an, egy autóba úgy mennek ki, és hajtják végre a feladatokat, hogy most tényleg elkapja a betegséget, milyen szövődménye lesz, esetleg akár halál is lesz. Sajnos a cégünknél volt egy haláleset, egy kollega, tehát egy aktív kollega halt meg Covid-ban. Úgyhogy azért ez tényleg egy nagyon-nagyon nehéz helyzet volt, hogy mi az, amit minden áron azért üzemeltetni kell a várost, de azért hogyan tudjuk megvédeni mégiscsak a kollégákat ettől a fertőzéstől, és hát rengeteg új feladat tényleg, a fertőtlenítések, az ételkiszállítások, azért ez a hatalmas önkormányzati kapacitás, ami nálunk van, azért ez felelősséggel is jár. Amikor valami feladat van, akkor nem dőlünk hátra, hogy mi csak füvet tudunk nyírni, akkor a fűnyíró kollégák teljesen mást is csinálhattak, vagy a közlekedésbe dolgozó kollégák, amikor éppen nem építettünk utat, akkor vittek ebédet a rászoruló időseknek kiszállításba. Tehát ez ilyenkor gyakorlatilag el kell felejteni, hogy kinek mi a végzettsége, kinek mi a feladata alapvetően, hogyha mást kell most éppen csinálni a városba, akkor mást csináltunk. Hatalmas kapacitás van a városgondnokságnál, emberbe, eszközbe, járműbe. Ezt, hogyha bármi másra kell fordítani, akkor, és ez a város kérése, akkor arra fogjuk fordítani. Judit, ti mennyire tudtok egyébként így home office-ban problémákat megoldani? Az adminisztratív részét azt meg tudjuk oldani, de nyilván akkor, amikor ki kell menni egy helyszínre és meg kell nézni, az nem nagyon működik. Tehát azt azért még mindig nem lehet, de nem mondom, ezt az irodai jelenlétet, ezt home office-szal ki lehet váltani. Néha egy kicsit nyugisabb is, mint az irodába lenni. Uh-huh. Úgyhogy azért úgy az a része tud működni. De hogy érted meg? De mi mind a ketten végigdolgoztuk. Így van. Nem home office-oztunk. Ugye volt az, hogy két nap legyünk home office-ban, meg két nap, de aztán utána, hogy ezt így próbáltuk Lacival felosztani ezt a feladatot, aztán borult az egész történet, mert nem ment. Ja, mindig volt valami, amire menni kellett, és úgy láttuk jobbnak, hogy akkor legyünk bent tényleg, mert napi szinten változtak a dolgok, sőt még egy napon belül is, amit délelőtt megbeszéltünk, az már lehet kora délután nem úgy volt. Úgyhogy úgy láttuk jobbnak, hogyha ott vagyunk a helyszínen, és akkor onnan vezénylünk. És akkor így csak annyit, hogy példának, hogy a feladatok, hogy ugye akkor volt az, hogy abban az évben foglalkoztunk jobban a Balatoni úti felüljáróval, és ugye ami volt a geofizikai meg geotechnikai bemérése, akkor ezt megpróbáltuk, arról volt szó először, amikor még sehol sem volt a vírus, hogy majd nyáron megcsináljuk, hogy iskola időben ne kelljen a felüljárót lezárni, és ugye ezeket is így előrébb hoztuk egy kicsit, mert ugye, hogyha egyébként le van zárva az ország, és senki nem közlekedik, akkor már tavasszal meg tudjuk csinálni ezeket a vizsgálatokat. Tehát nem csak a Covid miatt, hanem próbáltuk így a feladatainkat is úgy ütemezzük, hogy amikor majd egyszer normális életet élhetünk, akkor már kevésbé akadályozzunk másokat. Uh-huh. Azt talán jól megfigyeltük itt, hogy kevesebb volt az ilyen útátadás ebben Igen. az időszakban. Tehát kicsit máshova lettek az erőforrások Igen. csoportosítva. Mint a jövőre is szerintem kevesebb lesz uh-huh. az útátadás. Tehát ez... Én is olvastam sok hozzászólást, kommentet, hogy miért nem most újítjuk fel az utakat, amikor nem közlekednek az emberek, mert a város is tartalékolt, és hát most azért jól látjuk, hogy azért nagyon jó, hogy tartalékolt a város, mert a következő, az idei évet, jövő évet, de sajnos még lehet a következőt is, hogy egyáltalán túléljük, vagy valami minimális szinten tudjon a város működni, az nagyon kellettek azok a tartalékok, amit akkor nem kötöttünk el a járdafelújításokra, mert átgondolta a város, hogy nézzük meg, hogy mi és mikor jövünk ki belőle, és utána kezdjük csak el a munkákat. Uh-huh. Nálunk egyébként a cégnél maga az adminisztráció az teljes egészében hát nem automatizált, hanem informatikával lefedett. Tehát megérkezik a számla, megérkezik a levél, az bekerül egy elektronikus rendszerbe, egy vállalatirányítási rendszerbe, utána teljes egészében akár otthonról is mindenki el tudná látni. Viszont a városgondokság dolgozóinak hát legalább 3/4 része fizikai munkás, aki kint dolgozik, na most őket nem lehet home office-ból irányítani. Tehát az ő irányításuk, és hát természetesen nem csak a csoportvezető, aki megy velük, hanem Laci is kell, aki a csoportvezetőnek elmondja, hogy mi a feladat. Tehát ezért nálunk a home office azért nagyon-nagyon nehéz. Voltak, amikor utasításba adtuk egy ember egy irodába, a másik menjen haza home office, de azért nálunk a jelenlétet egyszer nem tudjuk. Ha működik, ha dolgoznunk kell, akkor ott kell lenni az irányító vezetőknek is. Uh-huh. Az irodában nem is, de kinn a helyszínen, a város területén ott mindenképpen. Uh-huh.
Akkor most van egy újabb probléma, a háborús infláció és a rezsi problémák. Ugye ez a ti munkátokat, ti életeteket mennyire befolyásolja? Hát azt tudjuk, most ugye jöttek mindenféle döntések, és hát ami minket érint, ugye az az, hogy önkormányzati dolgozókat elvileg nem fognak elbocsátani, de hogy azért elég sok helyen meg kell húzni a nadrágszíjat. És hát azért itt vannak bezárások is, vagy lesznek. Igen, hát ez egy gazdasági, tehát amíg a Covid egy ismeretlen, ez most egy kőkemény gazdasági probléma. Egyszerűen számomra felfoghatatlan mértékben nő az energia ára, mind anélkül, én egy műszaki ember vagyok meg, igaz, hogy közgazdász is, de egyszer nem értem, hogyha egyszer ugyanazok az eszközökkel termeljük a gázt is, az áramot is, hogyan kerülhet tízszeresébe. És tízszeresébe. Tehát mi még idén, januárban, februárban 16 forintért vettük az áramot a közvilágításra, most 92 forintért, és jövőre lehet, hogy 300-ért fogjuk. És ez a bizonytalanság, hogy senki nem tudja most megmondani, hogy mennyiért fogjuk tudni decemberben lekötni a jövő évre a közvilágítás áramát. Ezért mondtam itt az elején egy kicsit viccesen, hogy a közvilágítás 3-400 millió forintos futottak még költségvetési sorunk. A Laciéké körülbelül a kertészet az olyan 1 milliárd forint körül költ a város a kertészetre. A közvilágítás gyakorlatilag ezzel az egy lendülettel fölment másfél, két és fél milliárdra. Nem is látjuk még, hogy jövőre mennyi lesz. Szerencsére az önkormányzat, a közgyűlés pénteken döntött a közvilágítás korszerűsítésre. Az még nagyobb szerencse, hogy mi már másfél éve elkezdtük ennek a tervezését, tehát a tervezésnek az utolsó 2000 lámpánál tartunk, a 11 000-12 000 lámpatestből az utolsó 2000-et számolja még a tervező, hogy hova milyen lámpákat kell feltenni. Tehát ez novemberben ki tudjuk írni ezt a pályázatot, és azért ott egy nagyon jelentős, egy közel 60%-os megtakarítás, tehát a 100%-ról 40%-ra megy vissza a közvilágítás energia igénye, ezt már eldöntötte a közgyűlés, tehát ezt most próbáljuk, amilyen gyorsan csak lehet ezt megcsinálni, hogy kezelhető méretű legyen. De hát azért egy tízszeresére növekvő energiaáremeléssel ez a hatalmas megtakarítás ellenére is többe fog kerülni, mint előtte. És azt is látjuk, hogy nincs az önkormányzatnak többletforrása ezekből, mert sajnos az önkormányzatnak se gázmezője nincsen, se erőműve, amiben az áramot állítanánk elő. Tehát a haszonélvezet, egyáltalán nem haszonélvezője ennek a válságnak. Az önkormányzat sajnos Magyarország se, hanem csak elszenvedője, mert ezt a őrületes. Tehát egyszerűen én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon csúnya spekuláció, amit most itt végig szenvedünk, és amiből tényleg egy bizonyos réteg, vagy egy bizonyos országok nagyon-nagyon meggazdagodnak, és a döntő többség pedig elszegényedik, de hát lassan már a működést is korlátozni fogja Európában ez a nagyon-nagyon magas energiaár. Ezt az egyes létesítményekben hogy fogjátok tudni megoldani ezt a problémát? Hát megszületett pénteken a döntés, melyik létesítményeket kell leállítani. Maga a kiszolgáló létesítményeink egyrészt elenyésző ezeknek a fogyasztása a többihez képest, de ezeknél is meghoztuk mi is a döntéseket. Visszavettük már nyáron a hűtéseket, télen a fűtéseket. Az üzemidőt is próbáljuk a lehető legjobban csökkenteni. Költöznek a kollégák, most azt láthattad ma is, hogy jönnek befele, két telep helyet bezárunk. Azokat visszaadjuk, hogy minél kevesebb helyen kelljen fűteni, világítani, tehát összép húzzuk magunkat. És hát a legnagyobbak, amit a közgyűlés döntött, hogy két nagy sportlétesítményt gyakorlatilag az egész téli szezonra bezárjuk. Vagyis, hogy az úszodában a két nagy medence közül csak az egyiket, a Sátras medencét fogjuk üzemben tartani. Az Araknál pedig a fedett atlétikai centrumot csak temperálni fogjuk, és úgy fogják az atléták használni. Jó, hát talán ők így a mozgás közben nem fognak annyira fázni. Hát igen, nem, ki kell bírni, nem sajnos lehet ez. Egyszerű feladat ezekben is döntést hozni. És akkor itt most például az útfelújításokat tekintve gondolom, akkor itt is meg lesznek húzva. Van, ahogy mondtam, hogy szerintem, hogy a Covid alatt sem volt, bár még nincsen kész a 2023-as költségvetése a városnak, csodálkoznék, hogyha valami az idei színnek akár a megközelítése lenne az útfelújítás. Sok vagy száma, vagy volumene, talán egy-két szerintem uniós pályázatból, hogyha még valami hátra van, onnan még vannak pénzeink, azokat elköltjük, de a saját forrásos, már pedig a Városgondnokság elsősorban a város saját forrásából gazdálkodó beruházásokat végzi, vagy felújításokat végzi, ezt be biztos, hogy teljesen vissza kell fogni. Mind a saját cégszintű
beruházásainkat, tehát gépcseréket, telephelyfejlesztés, egyéb ilyenek, azok most mind félretéve, maximum ami az energetikába hasznosítható lehet. Laci, a te területedet ez mennyire érinti? Hát amit az István elmondott, igazából ezt tudom megerősíteni. Ugye létszámstopp, ami esetleg egy minket érint, hogy azzal kell gazdálkodnunk, ami van munkaerővel, tehát velük kell a mindennapi feladatokat elvégeztetni. Aztán hát majd meglátjuk, illetve azért beszéltünk arra, hogy egyszerűsítünk technológiákat a következő évbe, és ezzel próbáljuk kiváltani ezt a hát jelentkező munkaerőhiányt, így mondom, hogy tényleg gyorsabban tudjunk minőségi munkával véghaladni a város különböző területein. Hát akkor ez a következő időszak a megtakarításról spórolásról. Igen, hát gyakorlatilag minden területen meg kell takarítani, hogy ki tudjuk fizetni az energiaszámlákat. Uh-huh. Tehát a bezárt uszoda és 5 fokra temperált uszoda épületnek drágább lesz a fűtése, mint a tavalyi szezonban, amikor 26 fokra fűtöttük, mert 11-szeresére nőtt a távhő. Tehát ez olyan egyszerűen kezelhetetlen. Hiába zárjuk be, akkor is többe fog kerülni, de teljesen nem lehet nullára, mert az épületek állag megóvása miatt azért nem mehet, nem fagyhatnak szét ezek a házak. Uh-huh. Most picit beszéljünk arról, hogy most ezt a komolyabb témát is félretegyük, hogy honnan indultatok már. Egy picit azért mindegyőtök említette, de azért mégis beszéljük át, hogy ha jól tudom, te jákislány voltál, és egyébként én is majdnem oda mentem, csak aztán én azt gondoltam, hogy én nem szeretnék mégse ilyen magas építész lenni, mert hogy az nem egy ilyen lányos dolog. De aztán valakinek úgy látszik, hogy testhez áll. Igen, de ugye én de kicsit ilyen kacifántos volt, mire itt kikötöttem, mert jákiba magas építő voltam. Igazából az volt az indítatás, hogy a nagypapám az építészmérnök volt, és ez egy kicsit ilyen, én mindig szerettem már ilyen 11-12 évesen ilyen alaprajzokat rajzolgatni, meg nem tudtam, hogy ez nekem nagyon bejött, most már csak a lakberendezési hajlamom maradt meg. És aztán, amikor főiskolára kerültem, a Pestre, az Ibu Miklós Műszaki Főiskolára, ott fölvettek az építész karra, de azért ott egy kicsit, hát én nem tudtam annyira művésziesedni, mint ahogy ott elvárták volna, úgyhogy ott szakot váltottam építőmérnökre, ami a hát közmű és mélyépítő, és útépítés nálunk csak egy fél év volt. És amikor befejeztem a főiskolát, akkor dolgoztam körülbelül egy évet egy geodéta cégnél, utána voltam egy évet a közútnál, vagyis annak a jogelődjénél, és utána úgy kerültem a városgondnoksághoz, és akkor ez után még megcsináltam Győrben a közlekedésépítőmérnökit, mert hogy úgy éreztem, hogy tényleg itt vagyok a nagy rutinos útépítők között, a kis fél éves útépítés tan óráimmal, hogy azért valamit kell, hogy fel tudjak zárkózni hozzájuk. Úgyhogy én így keveredtem erre a területre. És a második szakdolgozatom volt a téli útüzemeltetés már, és ugye akkor mondta István, hogy jó, akkor ezt megcsinálom, jó lesz, akkor ez lesz az alapja az egésznek. Ez mennyire volt könnyű egy nőnek megtanulni? Jó, hát úgy, hogy a jákiban mondjuk megszerezted hozzá az alapokat, úgy már nem annyira csodálom, de... Hát az az igazság, hogy például, hogyha a matematikát kellene megfogalmazni, egy matematikus volt a főiskolán a tanárunk, és én az első órán elvesztettem a fonalat, és soha többet nem találtam meg, de azért valahogy sikerült leszigorlatoznom. Amúgy nem volt könnyű, de érdekel. Tehát így az ilyen nagyon klasszikus női dolgok, azok így nem fordultak meg a fejembe. Egy rövid pillanatig az egészségügy, mert a nagymamám meg ápolónő volt, de ő például azt mondta, hogy ő nem engedi, hogy egészségügybe menjek, tehát hogy azt ne tanuljak. És akkor ugye így jött ez a történet, de tényleg tehát nem is jutott eszembe, hogy változtassak rajta, és ugye az öcsém is lekövetett ezen a vonalon. Uh-huh. És a férfi kollégáid... Mert ugye beszéltünk már arról, hogy azért meg kellett, hogy szerettesd magad, vagy el kellett, hogy fogadtasd magad, de hogy ott is azért sokan vannak, akik tapasztaltak, és azért egy nőként azt nem lehet olyan könnyű. Igen, de aztán én kaptam úgy olyan visszajelzéseket máshonnan, hogy például úgy szeretik azt, hogy vannak ötleteim, meg hogy így kreatívan állok a dolgokhoz, meg ami tényleg nagyon meglepett, az egy teljesen egy másik önkormányzattól hallottam, hogy mert hogy rendszerbe gondolkodom, és hogy ez nagyon jó, és lehet, hogy ezek segítettek abba, hogy úgy el tudjam érni ezeket az eredményeket. Uh-huh. Laci, te honnan indultál? Ugye kertészeti szakközépiskolába szereztem meg az alaptanulmányaimat, és akkor utána jött az egyetem, ugye kertészeti egyetemen végeztem,
Dísznövénytermesztés dendrológia szakirány volt, amit választottam. Nagyon nehéz volt bekerülni, mert népszerű volt a kertészet ágai között, aztán a legjobbak között válogattak, de sikerült bejutni. És én pályakezdőként egy francia multicégnél kezdtem el dolgozni, már nincsenek itt az országban, Barkács áruházat üzemeltetett, annak a faiskoláját meg a kertészetét vezettem. Ott dolgoztam először, közben akkor megcsináltam a mérnök-tanári diplomát is, és akkor elmentem, tanítottam 8 évet, hát tanítottam a kertész szakmát, kisebb-nagyobb sikerekkel, aztán, hogyha mondhatok ilyet, akkor elég gyorsan én ott ki is égtem, mert nem éreztem magaménak ezt a feladatot, és ugye akkor jött a lehetőség, amikor a Városgondnokság állást kínált, és pályáztam, és ugye hát azóta dolgozom itt ebben a nagy csapatban. Onnan jött az, hogy kertészetet választ? Ez meg nekem egy kicsit olyan, talán mintha nőknek valóbb téma lenne, de aztán biztos nem, csak hogy a hölgyek azok, akik ugye szeretnek elbogarászni a kertekben, bár mondjuk ezért erre is sok más példát is lehet mondani, de nekem egy kicsit olyan nőiesebb vonalnak tűnik. A szép virágok, a növények szeretete. Általános iskolás voltam, és a szüleimnek volt nagy kertje Szabadbattyán mellett, és ugye mindig mennünk kellett az öcsémmel. Természetesen nem szerettük, mert hát ugye ott akkor valamit dolgozni is kellett, és nem azt képzeltük el, hogy kijárunk oda dolgozni, nyilván nem ilyen rabszolgatartó módba kell ezt elképzelni, de valahogy úgy belém nevelték ezt a vonalat, amivel utána meg elkezdtem szimpatizálni, meg hát ugye a saját kerteknek az általános fenntartási munkái, ezek csak-csak segédkeztünk, egy fűnyírás, egy sövényvágás, aztán egyre jobban így szimpatizáltam vele. És akkor annak idején nem is jelentkeztem máshova, tehát én ide is adtam be a jelentkezésemet. Ugye még az egy régi rendszer volt, akkor még csak 3 helyet lehetett megjelölni, és akkor ez a kettő volt, vagy ez volt az első, és a másik kettő meg úgy volt, hogyha nem sikerül, akkor az legyen egy ilyen kereskedelem vendéglátás vonal, de mivel felvettek, ezért ugye egyértelmű volt, hogy oda kell mennem tanulni, és hát ott meg kell szerezni ezt a szakmát. És hát tényleg szimpatikus volt minden, tehát még ebben a klasszikus képzésben végeztem. A gyakorlat-elmélet aránya is ugye jó volt, ugye most azért ezen már módosítottak, kicsit más az oktatás, mint az én középiskolás időszakomban, úgyhogy szerintem jó alapokat kaptunk, és utána az egyetemen ez vissza is köszönt, mert azok az évfolyamtársaim, akik mondjuk a gimnáziumból érkeztek, hát lövésük nem volt sok mindenhez. Ugye nekünk meg ott voltak már a szakmai alapok. Főleg, hogyha már akkor gyerekkorodból hozod, mert ugye azért ehhez egy szintén nagyon nagy tudással kell rendelkezni, legalábbis nekem, mint laikusnak, így kívülállónak úgy tűnik, hogy azért ennyi növényt észben tartani, hogy mi micsoda, név szerint gondozását tudni, meg mindent tudni róluk, ez ilyen elképesztőnek tűnik. Hát igen, ez az alapja, ami én mindig ezt mondom, mikor tanítottam is, vagy néha szoktam járni vizsgáztatni, hogy a növényismeret a kertésznél az elengedhetetlen. Tehát, hogyha nem értek a növényhez, akkor oké, elültetni bárki el tudja, de nem tudja, hogy mi fog majd belőle 5 év múlva fejlődni, és ugye lehet egy nagyon pici növény, de lehet meg egy nem odavaló nagy növényt ültetett be arra az adott helyre, úgyhogy ezért fontos tényleg az, hogy egy növényismeret legyen mindig a kertésznek a tudásába. Uh-huh. Akkor ehhez képest a te otthonod, az hogy néz ki növényeket tekintve? Hát mi egy 60 négyzetméteres panellakásban lakunk, úgyhogy ne képzeljünk el extrákat, de nyilván igen, van beltéri növényünk is, meg azért van egy teraszunk, és azért amennyire lehet, azt szoktam dekorálni. Az egyik legnagyobb kertje. Székesfehérvár teljes közterületi ja, igen. Növényei. Sok más növényt is gondozhatsz akkor. De azért gondolom, hogy otthon te rendezed a növényeket. Javában igen, hát a feleségem is szakmabeli, de igen, tehát ezt én szeretem megcsinálni. És a gyerekeket már tanítjátok rá? Kénytelenek, igen, de egyébként a nagyobbik lányom a környezetvédelem vonalon tanul, tehát ő most középiskolás, ő ezt választotta, hát a kicsi meg még ugye általánosban van, de kapnak belőle. Uh-huh. Judit, nálad kell eltolni a havat egyébként? Jaj, nekem kell. Igen. Én Bodajkon lakom, benne mondjuk úgy, hogy városközpontban, és van egy ilyen nagyon, hát egy ilyen 10 soros betonlap van a ház előtt, és onnan nyílik a gyógyszertár is, tehát hogy annak a bejárata is ott van.
És igen, hát ugye ott is vonatkozik ugyanez, hogy a burkolat szélétől az ingatlan bejárójáig, és hát mivel most nem olyan sokan lakunk a házban, ezért, hát leginkább csak én, ezért igen, van olyan reggel nekem is, amikor előveszem a hólapátot, és akkor nekiállok, hogy legalább 3 járdalap szélességbe, hogy akkor ott ne legyen hó, és akkor tudjanak menni a gyógyszertárba is, meg hogy egyébként ne írja szó a ház elejét, hogy a hógyelettel foglalkozó fehérvári kollégának, hogy néz már ki a ház előtt a járda. Na még Istvánnál még nem teszek fel hasonló kérdéseket, mert még nem tartunk ott. Kimaradtál még ebből a körből akkor, hogy te honnan indultál? Új, nagyon régen. 1991-ben kezdtem az úszodában műszakvezetőként dolgozni, és hát azóta az önkormányzati rendszerbe. Egyébként a maga munka viszonyom azóta jogfolytonos, tehát én azóta ebbe az önkormányzati rendszerbe, és hát ott különböző kezdett az úszoda, a úszoda intézmény, akkor utána még az előző stadion rekonstrukciós cégnek lettem a vezetője, és akkor utána kértek föl, hogy pályázzam meg a városgondnoki széket, és akkor volt is egy nyílt pályázat, közgyűlés döntött, akkor még egyébként a mostani nagy sokkal színesebb közgyűlés volt, 2008-ban őszén döntött a közgyűlés, akkor lettem városgondnok, és hát utána pedig az előbb már beszéltünk róla, hogy hogyan alakult át maga ez a szervezet. Nekem az alapvégzettségem informatikus, tehát én egy informatikus mérnökként végeztem, utána akkor már, mint cégvezető, a mérnök közgazdászi végzettséget is megszereztem, mert azért pénzügyek mindenképpen kellenek ahhoz, hogy el tudjunk boldogulni a számok világában, meg hát főleg a pénz világában, azért a cégvezetés az elsősorban a pénzeknek a tologatásából áll. Maga az alapszakmák, amiket a kollégák mind doktorandusra tudnak, azok nekem nincsenek meg, nekem itt kell gyakorlatilag, hogy legalább vezetői szinten tudjunk, vagy értsünk a parkfenntartás, értsünk az utakhoz, de amennyire lehet, ezeket megpróbálom mindig számokra lefordítani, forintokra, és hát tényleg egy-egy költségvetési sorok csak a kollégáknak az egyik része, a másik, hogy azért megpróbáljuk, hogy abból a pénzből a lehető legmagasabb színvonalon tudjunk azért dolgozni. És a te házatáéka rendben van minden? Igen, nagyon régóta, most már 22 éve ugyanabban a házban lakom, akkor egy teljesen, hát nem új építésű volt, de gyakorlatilag nem lakott még benne senki, a kert az teljesen gondozatlan volt, úgyhogy ott minden növényt én ültettem, most már valamelyiket cserégetni, és hát 22 év alatt már tényleg látszik, hogy hogyan fejlődik, hogyan változik, és mindig vannak újdonságok, most a Lacit nyaggatom, hogy bizonyos meccésekbe jöjjön segíteni, valamit mutassa meg, hogy kell a gyümölcsfákat, mert eddig azt még nem ültettem. Úgyhogy igen, de ott is azért egy ilyen kertben mindig van dolog, és hát az benne van, hogy azért a városgondok háza körül azért nem lehet, vagy a kertje nem lehet gondozatlan, háza előtt azért a havat el kell tolni, hogyha az van, akkor azért valamilyen színek, nem nyírhatjuk a füvet szombat délután, mert nem szabad, hiába mondják a szomszédok, de hát ők is nyírják, de mondom, de én nem. Tehát valamikor azért az embernek valamibe példát kell mutatni. A városgondnoki pozíció egyébként milyen hosszú időre szól? Határozatlan időre. Határozatlan időre. Talán a kinevezés utáni első vagy második hosszabbításkor adta meg a közgyűlés ezt a bizalmat, hogy határozatlan időre bizott meg, úgyhogy... Akkor ez nem úgy van, hogy mint másoknál, hogy 5 évre jár, és akkor utána... Igen, itt ez határozatlan idő, tehát... Akkor jó sok ideje élvezed ezt a bizalmat. Még egy picit így a műsorunk végén, hogyha lehet, hogy felkészíthettelek volna titeket a beszélgetés előtt, hogy gondolkodjatok ezen, hogy mi az, amire a legbüszkébbek vagytok így a munkátok során, és hogy volt esetleg valamilyen vicces vagy kirívó bármilyen sztori, amit így megosztanátok velünk? Na jó, feladtam a leckét. Biztos, hogy mindig van valami. Kezdem én szerintem, és akkor addig tudnak a kollégák gondolkodni. Főleg az, amire büszke vagyok, hát én magára erre a cégre. Tehát ez egy 80 fős kis intézmény volt, abban az egyik telephelyet, amit most zártunk be, és eljöttünk onnan, ott volt a városgondnokság, és ma tényleg azért egy 530 fős, a város egyik legnagyobb szolgáltató cége lettünk, tényleg olyan kapacitással, mint emberbe, mint gépbe, mint telephelybe, amire a város bármikor számíthat. Város vezetése, de a város polgára is. Tehát itt, ha bármikor bármi gond van, vagy bármilyen újdonság, új szervezet, az a új feladat, akkor abba, főleg ha valami gyorsan meg kell oldani, akkor abban mindig számíthat ránk szerencsére a város.
Hát vicces dolog rengeteg van. Én azt gondolom, lehet, hogy ennek a nagy része inkább nem kameraképes. Úgyhogy tényleg nagyon-nagyon sok. Nem kimondottan, de én az MLS elnökségének is a tagja vagyok, és a legutóbbi ülésen mutattak egy fellebbezést, ahol a bírónak a szidását, az volt a fellebbezésnek a lényeg, hogy ez a szólásszabadságba bőven belefér, hogy ő szitta a bírót, és ezért nem kéri, hogy utasítsák el. És akkor mondom nekik, hogy én nagyon sok ilyet olvasok a parkolási ellentmondásokban, például amikor azt írták, hogy ő nem adott írásba engedélyt, hogy lefényképezzük az ő autóját. Tehát rengeteg vicces van, rengeteg olyan bődületes dologgal találkozik az ember, és tényleg nagyon változatos. Akkor nem unatkozol, így sem. Judit? Hát most így gyorsan így átfuttattam a fejembe ezt a gondolatot, hogy én inkább csak így elcsodálkozni szoktam azon, hogy ugye 2002 óta vagyok itt, és én 12 évig egyedül voltam a műszaki ellenőri, meg az ilyen utasberuházási feladatokra, és ahogy így megyek a városba, és így nézek, úristen, hogy még ez is, meg ez is az én munkám volt, meg az is, és egyébként most hirtelen jutott eszembe az, ami vicces, szerintem, aztán majd eldöntitek, hogy nemrégen telefonált egy hölgy a Gyümölcs utca Budai útsarokból a társasháznak a képviselője, és akkor ott van egy rövid szakaszon egy terméskőjárda, és szerintem pár évet csináltuk meg, és akkor kérdezte, hogy hát, hogy azt fel lehetne újítani. És már majdnem így kiakadtam, hogy de hát azt nemrégen csináltuk meg, és mondtam, hogy igen, hogy ott lakik egy idős házaspár, és önnele is voltunk, és elkezdtem visszafuttatni a fejembe, hogy igen, az még az intézményi rendszerben volt, és akkor hoppá, az is alapból 11 éve, igen, tehát, hogy azért, és akkor mondtam neki, hogy ja, bocsánat, tehát, hogy nekem ez így összefolyik ez az idő, és igen, meg fogjuk nézni, de hogy lehet tovább menni, csak hogy így ennyire összemosodik, hogy hát ezt most újítottuk fel, és akkor most már újra hozzá kellene nyúlni. Mert ennyi munkát volt az elmúlt sok-sok évben. Laci, neked van valami? Hát amire büszke vagyok, ugye az előbb említettük ezt a külön díjat, tehát ez volt a legutolsó, amit tényleg azt gondolom, hogy a csapat munkánkat tükrözte vissza egy nemzetközi szakmai tekintély előtt, mert ugye 6 országból bírálták a munkánkat, ha így mondhatom. Illetve hát mindig az is büszkén tölt el, amikor ezekbe a fehérvári közösségi csoportokba látom vissza a munkánkat, ugye nyilván dicsérve. Tehát a felújított terek, mint például emlékszem a 3. Béla királytér, mikor felújításra került, és ez abszolút a mi ötletünk volt, tehát nem volt tervező belevonva. Úgyhogy leültünk és kihoztuk belőle a Judittékkal közösen a maximumot, és nagyon nagy népszerűségnek örvendett. És nyilván nem megbántva a másik tervezőt, akkor készült el a Jávor Ottó tér, ami meg inkább kritikát kapott a fehérvári lakosoktól. Ez jó érzés nyilván, meg a hasonlóak is. Hát, hogy mi a vicces, hát én is azt mondom, mint az István, hogy ezt inkább négy szem közt elmesélném, mert igen, olyan sok van. Nem bántunk meg senkit, de igen, tehát vannak azért érdekes szituációk a mindennap, ami nagyon sok bejelentést kapunk, és azért ott előfordulnak érdekes. Akkor nem mindig reális felvetése. Esetleg, amit mondanak. Nem feltétlen. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok és meséltetek. Szerintem kiváló szakemberek vagytok mindannyian, és azt kívánom, hogy tovább építsétek, szépítsétek Fehérvárt. Köszönöm szépen. Nagyon köszönjük, hogy itt lehettünk. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Önöknek pedig a figyelmet köszönjük, ez volt a Nálatok, Mizu, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.